Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló műsora, melyben erre a hétvégére is a megszokotthoz hasonlóan izgalmas témákkal készülünk. Tartsanak velünk! Szombaton délelőtt 10 és 12 óra között agyagtojás tartó készítésére várják a kisgyermekes családokat a Szóra Katénusz Játék Múzeumba. Majd szintén szombaton, immáron délután tavaszváró aprók táncára invitálják a családokat a Játék Múzeumba. Nem csak a zene és a tánc, hanem kézműves foglalkozásra is várják a gyermekeket, ahol kölyök sárkányt készíthetnek. Menjen ki az arborétumba egy kardiós tempós sétára. Az erdő mentén róhatják a köröket mindenki a saját tempójában. A nagyjából 50 perces séta elején bemelegítéssel és a végén nyújtással várnak a szervezők. Gyülekező a bejáratnál, indulás pontban 8-kor. A séta idejére, mivel mindenkinek más tempó esik jól, várhatóan a társaság szétszéled. Válasszon olyan tempót, ami megemeli a pulzusát. Nem probléma, ha nem tudja tartani a tempót az elejével, akkor saját ritmusával úgy sétál, ahogy jól esik. Barangoljon egyet az arborétumban, és 8 óra 50 perc körül találkoznak a kezdőpontnál. Aki pedig úgy érzi, hogy maradt még energiája és kedve, az maradhat a kocogós részre. Ugyanazt a távot, amit lesétáltak, a második felvonásban lekocogják, vagy le is sétálhatják. Az esemény ingyenes. Tavasznyitó családi nap lesz a Vadaskertben. Vasárnap a Kecskeméti Vadaskert izgalmas programokat kínál a gyermekeknek. 10 és fél 11 között az örvös medvék, a makákók és a csacsik látvány etetésére várják a látogatókat. Majd ezt követően állati jó bemutató lesz a színpadnál, míg fél 12-től kígyó simogatásra invitálják a legbátrabbakat. Délután sem maradnak program nélkül, fél 2-től folytatódik a színpadnál az állati jó bemutató. Fél 3 és 3 óra között ismét látványetetésre várják a családokat, ekkor a viziteknősök, a sarki róka és a lámák etetése lesz megtekinthető. 3 órakor kezdődik az óriás csótány tapogatózó, fél 3 és 17 óra között pedig trófea bemutató az állati kincsek standjánál. 10 és 16 óra között a gyermekeket ajándékarcfestésre várják, míg a nyuszi és állassimogató egész nap nyitva áll a látogatók részére. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt és együttérzőt az Autizmus Világnapján. Április 6-án a Futni Kék címmel imáron 5. alkalommal megrendezésre kerülő együttfutásra. Zenés toborzó délután 4 órától a Kecskeméti Városház előtti téren. A raj délután 5 órakor lesz. A Táva vasútkertig tart, és onnan vissza a Kossuth térre. Idén is kék fejpántot kap minden regisztráló, amit a bátrabbak alkalomhoz illő arcfestéssel is kiegészíthetnek. A futókon kívül szeretettel várják a szurkolókat is, valamint azokat, akik csak úgy szeretnének egy jókedvű délutánt eltölteni. A Kiev Cityben lesz számos elismerést tudhat magáénak. A közel 200 évvel ezelőtt megalakult kievi állami színház kiváló táncművészei évről évre kiemelkedő és profi produkciókkal örvendeztetik meg a közönséget. A méltán híres társulat Magyarországra látogat, és a balett történelem egyik legnagyobb klasszikusában, a Rómeó és Júliában láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművészek tánctudását. A nemzetközi palettán is óriási sikert aratott együttes többek között Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada legnagyobb színpadai után most Magyarországon teszi tiszteletét. Biztosak lehetnek abban, hogy nem mindennapi hagyományőrző eredeti klasszikus balett előadás részesei lehetnek, ahol a legjobban képzett táncművészek kalauzolnak el Rómeó és Júlia varázslatos történetébe. A balett előadás kedden 19 órakor tekinthető meg a Híres Agóra Kulturális Központban. 1851-et írunk. Charlie és Alice Sisters fivérek és gyilkosok. Fiúk, akik a könyörtelen és ellenséges világban nőttek férfivá. Kezükhöz vértapad, bűnözők és ártatlanok vére is. És a bandita létformán kívül nem is ismernek mást. Az idősebb fivér a befelé forduló Eli öccsével együtt fosztogat,
mégis mer rendes életről álmodozni. A fiatalabb, keményen iszákos Charlie élvezettel veszi át a főnöki posztot a duó akcióiban. Mindketten egyre inkább megkérdőjelezik és vitatják a másik módszereit. A Sisters fivérek útja átvezet az északnyugati vidéken, el Oregon hegyeihez, majd egy veszélyes bordélyházba, a Mayfield nevű kisvárosban. És végezetül a kaliforniai aranylászhoz. Ez az utazás próbára teszi a halálos családi kötelékeket, de lehet, hogy ezen az úton akadnak rá arra is, ami még megmaradt az emberségükből. Megtudhatják, ha ellátogatnak az otthon mozipa pénteken, szombaton vagy hétfőn 18 órakor. Most pedig a helyi sportesemények következnek. Pénteken ismét hazai terepen lép pályára a KTE Piroska szörfférfi kézilabda csapata. Remekül teljesítenek a tavaszi szezonban a híres harcosok. Múlt héten a török Szent Miklósi Székács ellen arattak győzelmet. Jelenleg a tabella negyedik helyén állnak 10 győzelemmel, egy döntetlennel és 7 vereséggel. Az NB1B keleti csoport 19. fordulójában a Nyíregyháza ellen játszik a KTE. Ellenfelünk a 7. a tabellán, 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9 vereséggel. Az összecsapás pénteken 19 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A Kecskeméti LC múlt héten az SC Hírosép ellen mérkőzött, a találkozó végeredménye 1-1-es döntetlen lett. A Kunszállás és a Kiskunfélegyháza a jó sorozatával felzárkózott a második és a negyedik helyre, így a KLC leszorult a dobogóról, jelenleg az 5. helyen állnak. A Kecskemétnek 17 fordulót követően van 10 győzelme, 4 döntetlen és 3 vereség mellett. A tavaszi szezon nem kezdte jól csapatunk, mivel rögtön belefutottak 2 vereségbe. Az első győzelmüket a Tisza Alpár ellen jegyezték. A megye 2-es labdarúgó bajnokság 18. fordulójában a Sereghajtó Vasutas SK ellen lép pályára a Kecskemét. Ellenfelének 1 győzelme van, egy döntetlen és 15 vereség mellett. A mérkőzés szombaton 16 óra 30 perckor lesz a Széktói stadion műfüves pályáján. Múlt héten bravúr győzelmet aratott a KTE Dunaszfalt az atomerőműes ellen, és sikerült felzárkóznia a tabella 8. helyére. Szombaton a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár a KTE Dunaszfaltra. A csapatnak hatványozottan szüksége lesz a szurkolói támogatásra. 18 órakor rendezik ugyanis a férfi kosárlabda alapszakasz utolsó fordulóját. A KTE Dunaszfalt a kaposvári KK-t fogadja a Messzi István sportcsarnokban. A győzelem megszerzése létfontosságú lehet a középházba jutás szempontjából. A Kecskemét célja, hogy a 10 között zárja az alapszakaszt. A Kaposvárnak is hasonló ambíciói vannak, miután ellenfelünk jelenleg a 10. helyen áll. Mint ismeretes, vasárnap este az elődöntőbe jutásért lépett pályára Debrecenben a Hép Kecskeméti RC. Dávid Zoltán tanítványai 54 játékperc alatt elintézték a Deacot, és simán a 4 közé jutottak. A Kecskeméti Röplabda Klub az elődöntőben a Pénzügyőrrel csap össze. Csapatunk szombaton kezdi a 3 győzelmig tartó sorozatot idegenben a Pénzügyőr otthonában. A második mérkőzésen itthon játszik a Kecskemét, a találkozó hétfőn 18 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban, majd ezt követően szerdán ismét a Pénzügyőr otthonában lépnek pályára. A kecskeméti TL labdarúgói múlt héten a Kozár Michelin ellen léptek pályára. Csapatunk 3-1-es vereséget szenvedett riválisától, így jelenleg a 11. helyen áll. 5 győzelemmel, 9 döntetlennel és 7 vereséggel 24 pontja van a bajnokságban. A férfi labdarúgó MB3 középcsoport 22. fordulójában a tabella 3. helyét elfoglaló Dunai Város látogat Kecskemétre, ellenfelünk eddig 11 győzelmes zsebelbe 6 döntetlen és 4 vereség mellett. A mérkőzésre vasárnap 16 órakor kerül sor a Széktói stadionban. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak kedvező programot. Találkozunk jövő héten is, viszontlátásra!